A műsor támogatója a Király Express Pizza és Grill. Sziasztok, Nagy Tibor vagyok. Ez a Drive Time magazin, és hát most nem tesztelünk egy autót, hanem bemutatunk mégpedig egy kecskeméti elektromos autót. A Kandó Kálmán szakgimnázium diákjai indulnak egy versenyen, ahol az a cél, hogy 1 kWh árammal a legtöbb kilométert megtegyék. Tartsatok velem! Ők a Kandó Electric csapata, akik ezt az elektromos autót csinálták meg, és ezzel indulnak a versenyen, ami Londonban lesz. És a két fő munkatársad, vagy hogy mutassalak be benneteket? Mondhatni, igen. Ugye itt mindannyian munkatársak vagyunk, de azért... Nevedet mondd el, kérlek. Tóth István vagyok. István és... Simon Péter. És Simon Péter. István, mi volt a te feladatod ebben az autóban? Hát én főleg az informatikai résszel foglalkoztam, telemetria szoftvert fejlesztettem. Ennek egy desktopos felületét, tehát egy asztali verzióját, amiről követni tudjuk, illetve magába az autóba bekerülő szoftvert, amivel a vezérlés adatait, illetve a menetteljesítmény adatokat tudjuk real-time kiolvasni az autóból. Ugye ez nagyon fontos volt, hiszen a tavalyi években ezt ilyen hagyományosabb módon, köridőből, illetve megtett távból próbáltuk kiszámolni, de most már hozzáférünk a pontos adatokhoz, így tudjuk a pilótát még jobban informálni, ennek fő lényege ez volt. Péter fejlesztette ugye az elektronikai részt, tehát a hardware-t az autóba. Fontos, hogy mi versenyautónak vagyunk hívva, de mi igazából a fogyasztással versenyzünk. A lényeg a versenynek, hogy 1 kWh energiával a lehető legtöbb távot tudjuk megtenni. Ez tavaly a 350 km lett, 1 kWh energiával. Ez a ti teljesítményetek volt, vagy a verseny? Nem, ez a mi teljesítményünk volt. Ugye mi Magyarországról egyedül középiskola vagyunk, aki ebben a versenyben részt vesz. Ugye a Győri Egyetem volt tavaly, illetve a Debreceni Egyetem. Idén a debreceniek nem jönnek, hanem a szegediek tartanak velünk a verseny idejére. Idén a verseny ugye Londonban lesz egy külvárosi részben. Igazából idén mi egy olyan 500 kilométeren nagyon megelégednénk, a mért adatok kicsit többet hoztak ki, de hát inkább menjünk biztosra, és akkor mondjuk azt. De nyilván a tavalyi eredményt azt szeretnénk elérni mindenféleképpen. Tavalyi rendszerhez képest, ugye tavaly egy LCD kijelzőt használtunk, egy egyszerű LCD kijelzőt karakteres rendszerbe, idén pedig bekerült egy érintő kijelző, ugye mivel a telemetriához szeretnénk minél több adatot továbbítani, így vannak adataink, amivel tudunk dolgozni, ezt a pilótának is ki tudjuk írni. Konkrétan a pillanatnyi fogyasztást is tudunk számolni, illetve megtett távot, illetve akkuszázalékot is le tudunk kérdezni például, és ezek mind megvannak jelenítve a pilótának is, hogy ő is kapjon valamilyen jellegű információt azzal kapcsolatban, hogy viselkedik az autó, és tudjon rá reagálni. Illetve egy nagyon fontos rendszer a hatékonyságban, hogy egy autópilótának, általunk autópilótá rendszernek nevezett szoftver rész került bele, ami egy teljesítmény optimalizálás igazából, tehát a vezérlést próbálja úgy optimalizálni, hogy a motort úgy hajtsa, hogy mindig a megfelelő hatásfokba csúszson bele, nem pedig az legyen, hogy a pilóta odaveri neki a gázt, és akkor minél hamarabb megpróbálja elérni azt a sebességet, amit ő beállított, mondjuk ezt a 35-40 km/h, hanem a rendszer kikalkulálja, hogy optimálisan ezzel a gyorsítási sebessége, vagy ezzel a gyorsítási energiával egyszer csak el fogja érni azt a sebességet, időbe is lehetőleg hamar, de az mindenféleképpen, hogy a motornak az optimális teljesítmény görbéjét használja, tehát azt a részt, ami a teljesítmény görbébe optimális. És akkor így is energiát takarítunk meg, tehát nem ott van használva a motor, ahol nem hatékony, hanem pont az, hogy a rendszer hangolja a motort arra, hogy hatékony legyen. Ugye az autónak az elektronikai részét fejlesztem. Ahogy a Pisti is mondta, a telemetria rendszernek én a hardveres részét csinálom, illetve magát a motorvezérlő elektronikát is. Tavaly is egy Brushless DC motort használtunk a régi kefés motor helyett, viszont most a tavalyihoz képest egy új elektronikát csináltunk, amiben ugye az egyik fő jellemzője ugye ez a teljesítmény optimalizása, ahogy a Pisti is elmondta, és igazából ezzel szeretnénk most egy jobb eredményt elérni. Hát ilyen kicsit dicsek egy, mert én úgy tudom, hogy versenyeket is nyertél, vagy nyertetek? Igen, nyertem vele versenyt. Én is, illetve... Te egy magad?
én is egymagam, illetve Pistivel közösen is. Az én versenyem az a 22. országos elektronikai konstrukciós verseny volt, amin első helyezést értem el a motorvezérlővel, és Pistivel közösen pedig a komplett elektronikai rendszerrel neveztünk, tehát a motorvezérlő meg a telemetria rendszer is együtt, és ez az innovációs verseny volt, és ott egy külön díjat értünk el. Kapcsi vihar! És szeretném bemutatni a két pilótát, aki vezeti ezt az autót. A versenyen mindketten részt fogtok venni? Igen, és majd ott a próbakörökkel fog kiderülni, hogy melyikünk fog vezetni. De valószínűleg egyébként mind a kettőnk fog, legalább egy kört meg. Min múlik, hogy melyikötök fog vezetni? Hát, hogy ki tud jobb eredményt elérni a próbakörökön. Ki tudja kevesebb energiával megtenni azt az adott távot, amit kell. Meséljetek nekem arról, hogy milyen érzés ezt vezetni, mert szerintem a nézők azért erre kíváncsiak. Kicsit furcsa, mert főleg, hogyha tetőn rajta van, akkor elég kicsi a hely, illetve a kilátás sem a legjobb, de egyébként, mivel fekvő helyzetben a pilóta viszonylag kényelmes, folyamatosan úgymond forgolódni kell, hogy a kilátás miatti problémákat kiküszöböljük, és mivel ugye, hát látható is, elég nagy a holtér. Ettől függetlenül egyébként, ha az ember nem fél az árt helyettől, szerintem nagyon is jó vezetni. Most te vezetted ezt az autót, hány fok volt belül? Meleg van benn? Hát, eléggé meleg van. Hát, külső hőmérséklethez még hozzáadunk 5 fokot, és akkor ott az a minimum, ami benne van. De van bent két ventilátor is, ami úgy viszonylag tudja csillapítani. Legalábbis az érzést, hogy a hőfokot azt nem, mert lényegében csak kevergeti a levegőt, viszont attól függetlenül érzésben jobb. Azt elmondjátok, hogy kell irányítani, vagy hogy lehet irányítani? Itt van a joystick, ugye ez kell mozgatni, ugye ez mozgatja a kereket, így lehet kormányozni. Ezzel a gombbal lehet gázt adni lépcsőzetesen, tehát minél többször nyomjuk meg, annál nagyobb gázt ad. Illetve ezzel pedig folyamatosan csökkenti a teljesítményt ugyanúgy, mint ez, csak fordítottan. És lényegében mennyi. Tehát nem egy nehéz vezetni. Peti, a motor teljesítmény adatait mondd már el, légy szíves. Hát igazából ugye itt ami lényeges, az a fogyasztásunk. Magának a motornak azon körülbelül 500 wattos teljesítményű, de itt ugye a fogyasztásunk a lényeges, tehát hogy 1 kWh energiával hány kilométert tudunk megtenni. A tavalyi legjobb eredményünk az 347 km volt, és most pedig olyan, hát azt reméljük, hogy körülbelül 500 vagy még esetleg fölötte egy kicsivel. Tehát ez igazából azt jelenti, hogy 1 kWh energiából, ami körülbelül olyan 37 forint, abból 500 kilométert tudunk megtenni. Tehát ez gyakorlatilag elképzelhetjük úgy is, hogy körülbelül annyi pénzből, amennyiből egy normál személy autót teltankolunk, ezzel az autóval ugyanannyi pénzből körülbelül a földhótávolságnak a kétharmadát meg lehetne tenni. Azt mértétek-e, hogy teljes lemerülésig mennyit tud menni az autó? Hát ezt így konkrétan nem mértük, de mert igazából az akkumulátor arra van méretezve, hogy úgy két futamot még biztonsággal meg tudjon tenni, vagy tudjunk teljesíteni. Egy futamon körülbelül 15 kilométert kell megtenni, meg nyilván még a többi elektronikának is van egy kis fogyasztása, de ezek az akuk, ami most benne van, körülbelül egy olyan 100 kilométert tudna megtenni az autó. Ha csúcsra járatnátok, akkor milyen gyorsan tudna menni? Maximumon olyan 40 körül van a végsebessége. Versenyen ugye ott meg van határozva, hogy az adott versenytávot, azt a 15 kilométert, azt legfeljebb mennyi idő alatt lehet megtenni, tehát hogy ne tudjunk akármilyen lassan menni azért. És akkor abban az időben, amit ott megadnak, körülbelül az jön ki, hogy egy olyan 25 km/h átlagsebességet kell tartanunk. Tehát akkor, ha jól értem, ez egy olyan verseny, ahol az a lényeg, hogy minél lassabban menjél? Nem az, hogy minél lassabban, mert nem mehetünk akármilyen lassan, viszont azt a rendelkezésre álló időt, azt minél jobban ki kell használnunk, hogy ne is menjünk túl gyorsan, mert akkor többet fog fogyasztani. És igazából itt ez az egy, ami számít, hogy mennyi energiát fogyasztunk, és ez alapján vannak a helyezések is. És azt mondd meg nekem, hogy mikor lesz ez a verseny, és hol? Ez London külvárosában lesz, most július 1-től kezdődik. Hát akkor sok sikert kívánunk nektek, és nagyon kíváncsian várom, hogy milyen eredményt értetek el. Légy szíves, tájékoztassatok! Köszönjük szépen! A csapat korosztálya 15 és 19 év közé esik, és mint minden komoly csapatnak,
már itt is van menedzser, sőt, hát tolmács is. Szeretném bemutatni a Kandó Kálmán Electric Team, így hívnak benneteket? Így igaz. Te vagy a menedzser. Nagy Kandó Electric, így. Kandó Electric Team. Mit kell menedzselni ezen a csapaton? A csapatból nem mindenki tud jól angolul, és nekem igazából az a feladatom, hogy külföldön a kommunikációt tartsam a rendezők és a csapat között. Menedzselni igazából az kell, hogy ha van valamiféle feladat, amit esetleg a csapatnak a vezetője kiad nekem, ugyebár én vagyok az a legfőbb módja a csapatnak a kommunikációra. És te gyűjtöd a szponzorokat is? Nem, azt nem. Azt nem. Azt nem. Akkor nem téged kell keresni, hogyha valaki szponzor. Nem, ebben az esetben nem. És azért van egy pedagógus, akinek össze kell fognia ezt a csapatot. Igazából Borsodi István fogja elmondani azt nekünk, hogy milyen tehetségek dolgoznak és tanulnak Kecskeméten a Kandóban. Nekem az a feladatom, hogy ezeket a tehetségeket fölkutassuk. Nem csak nekem, itt igazából az egész tanári kar segítségemre van. Ők szólnak, ha olyan diákot látnak, aki tehetséges, akiket mi tudunk hasznosítani, bele tudunk venni a csapatba. Itt az iskolában gépészeket tanítunk, mechatronikus technikusokat, mechatronikai karbantartókat, szoftverfejlesztőket, elektronikusokat. De gyakorlatilag mindenki tud ebbe az autóba segíteni, sőt, faipari technikusok is. Most az autónak a szállítását már nem mi oldjuk meg, hanem egy fuvarozó cég fogja kivinni. Ehhez nekünk egy dobozt kellett csinálni. Ehhez a fásoknak a segítségét kértük. De a varrónők, ők az autónak az ülését nem tudnak segíteni. Nekem a feladatom igazából az, hogy ezeket a tehetségeket, amiket itt találunk, ezeket fölkarolni, irányítani, összetartani azért, hogy ebből az autóból egy olyan versenyen tudjunk részt venni, egy nemzetközi versenyen, ahol egyetemi csapatok között az élmezőnbe tudjunk végezni. Azt mondták a srácok, hogy ők az egyetlen egy középiskola, aki indul Magyarországról. Neked ez milyen érzés, mint a főmentornak, hogy egy ilyen komoly csapatod van? Igen, az egyetemi csapatok már felnőttek, 20-25 évesek. Az, hogy ki kell menni egy szponzorhoz és tárgyalni kell, az nekik valószínűleg nem okoz gondot, sőt, ezt akár meg is kapják feladatként. Nálunk kijöttek a 8. osztályból. Ők még gyakorlatilag képzetlenek, tehát mi megtanítjuk őket az elektronikára, megtanítjuk őket minden olyan dolgokra, amit még nem tudnak. De bele kell vonni őket ahhoz, hogy igen, akkor most kimegyünk egy szponzorhoz, elmegyünk vásárolni valamit, hogyan kell viselkedni csapatként. Igazából egy büszkeséggel tölt el minket. Legyél is büszke. És látjuk azt, hogy amikor ide jönnek 9-be, tehát a pilótánk is 9-es. Ami azt jelenti, hogy 15 éves? 16, tehát a 16-ot már betöltötte. De a legfiatalabb csapattagunk elektronikás srác, 15 éves. Tehát még a nyáron fog betölteni a 15. életévét. De az, amikor látjuk a fejlődést, hogy ide jönnek 8. után, és elmennek tőlünk, akár technikusként, vagy érettségi után, és ők mennek egyetemre. És gyakorlatilag mi az egyetemnek neveljük ki azokat a diákokat, akik, hát nem mondom, hogy konkurenciánk lesz ezen a versenyen, de akár még az is lehet. Legyünk büszkék rájuk, és szurkoljunk nekik nagyon, és be fogok majd számolni arról, hogy milyen eredményt értek el. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videómat, iratkozzatok fel a Drive Time magazin YouTube csatornájára, és találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!